Nehéz nem fenyegetésként tekinteni arra, hogy 100 000 orosz katona sorozott fel ok nélkül az ukrán határon, ezt mondta a német külügyminiszter, miután Oroszország tagadta, hogy Ukrajna elleni invázióra készülne. Washington aggódik, hogy az oroszok már februárban támadhatnak. Igaz, ezt a véleményt Kijevben nem osztják. Orosz páncélosok tartanak tüzérségi gyakorlatot az Ukrajnával határos Rosztovi területen. Közben orosz hadihajók a Fekete-tengeren gyakorlatoznak. A flotta ottani támaszpontja Szevasztopolban működik, ahová most katonai járművek, feltehetően rakétaindítók hajtottak be. A város a Krím-félszigeten van, amelyet az oroszok 8 éve annektáltak. Mindezt azután, hogy az ukránok megbuktatták akkori elnöküket, amiért az nem írta le társulási szerződést az EU-val. Az elmúlt hónapokban Oroszország 100 000 katonát vezényelt az ukrán határra. Kijevben a Kelet-Ukrajnában elesett katonákra emlékeztek. Független országként nekünk kell dönteni a sorsunkról. Ha választanunk kell a két oldal között, szerintem a nyugatot válasszuk, mondta ez a nő. Az amerikai elnök telefonon azt ígérte az ukrán vezetőnek, hogy Washington kész határozott választ adni egy esetleges orosz támadásra. Az amerikai külügy pedig figyelmeztetett, hogy egy invázió esetén a németek nem adják meg az engedélyt az északi áramlat 2 orosz gázvezetéknek. Szerdán hosszú idő után először tárgyaltak az ukránok, oroszok, németek és franciák egy 8 órán át tartó párizsi találkozón, bár megállapodások nem születtek. Senki nem tudja biztosan, lesz-e ennek bármi eredménye, de amíg az emberek beszélgetnek, addig sem lövöldöznek, mondta a német külügyminiszter. Az orosz külügyminiszter szerint Ukrajnát Washington használja fel arra, hogy kiélezze a feszültséget Moszkvával. Elemzők szerint Moszkva célja Ukrajna destabilizálása, hogy Kijevben újra orosz barát vezetés kerüljön hatalomra.